Könyörgés Isten vezetéséért, Dávid Zsoltára. Uram, utánad sóvárog a lelkem. Benned bízom, Istenem, ne szégyenüljek meg, ne nevessenek ki ellenségei. Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőle. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess hűségesen és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. Szeretett testvéreim, énekeljük el újévi Isten tiszteletünknek a kezdetén a 25. Zsoltárunk második versét, a 25. Zsoltár énekünk második versét énekeljük kezdő énekünkként. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjen. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek, mennek és földnek szent teremtőjének. Thank you.
ami segítségünk és újévi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az ő szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünknek írott igéjét, amelyet Szent Leckeként Jónás próféta könyvéből olvasok, Jónás próféta könyvének első fejezetéből, annak az első versétől a 16. versig. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittai fiához. Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híve. El is indult Jónás, de azért, hogy Tarziszba meneküljön az Úr elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarziszba készült. Kifizette az úti költséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarziszba menjen az Úr elől. Az Úr azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. Félelem fogta el a hajósokat. Mindegyik a maga istenéhez kiáltott. És a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyítsenek rajta. Ez alatt Jónás, aki lement és lefeküdt a hajó egyik zugában, mélyen aludt. De oda ment hozzá a hajós kapitány, és így szólt hozzá, hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni? Kelj föl, és kiálts az Istenedhez. Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el. Az emberek meg ezt mondták egymásnak, gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem. Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. Akkor így beszéltek hozzá. Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? Ő így felelt nekik, Héber vagyok, az Urat, a menny istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül, mert Jónás elmondta nekik, és ezt mondták neki. Hogy tehettél ilyet? Majd ezt kérdezték tőle, mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger. Mert a tenger egyre viharosabb lett. Ő pedig így válaszolt nekik, fogjatok meg és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger. Mert tudom, hogy én miattam zúdult rátok ez a nagy vihar. Az emberek azonban megpróbáltak kielvezni a száraz földre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. Ekkor így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert Te, Uram, azt teszed, amit akarsz. Azzal fogták Jónást, és beledobták a tengerbe, a tenger pedig lecsendesedett. Ezért az emberekben nagy félelem támadt az Úr iránt. Áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Eddig olvastam Istenünknek írott igéjét. Jónás próféta könyvének első fejezetéből, és Istennek szent lelke nyissa meg szívünket üzenetének befogadására, tudva azt, hogy boldogok mindazok, akik Istennek igéjét olvassák, hallgatják, és tanítását befogadják az életünkbe. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szerető mennyei Atyánk, a Te szent nevedben kezdjük el ezt az új esztendőt, amelyet kegyelmedből megértünk. Hozzád emeljük fel tekintetünket, hozzád emeljük fel szívünket, hozzád emelkedünk lélekben, és tőled várjuk az útmutatást földi vándorlásunknak ebben az új szakaszában, amelyet megnyitottál előttünk.
Könyörgünk, nyisd meg előttünk szent igédnek a tárházát, és közöld velünk azokat, ami békességünkre és üdvösségünkre van. Jézus Krisztus által, az ő érdeméért kérünk téged, Atyánk, hogy hallgass meg bennünket. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére a 165. dicséretünk 5. versével. A 165. dicséretünk 5. versét énekeljük, egyszerűvé formálj belső lelki képben, békességben, csöndességben. Éjjel volt Jónás a hal gyomrában. Jónás ekkor a hal gyomrában Istenéhez, az Úrhoz imádkozott. És ezt mondta: nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A halál torkából kiáltottam segítségért, és te meghallottad hangomat. Mélységbe dobtál, a tenger közepébe, és áradat vett körül. Minden habod és hullámod átcsapott fölöttem. Én már azt gondoltam, hogy eltaszítottál magadtól, és nem láthatom többé szent templomodat. Már-már életemet fenyegette a víz, mélység és örvény vett körül, hinár fonódott fejemre. Lesüllyedtem a hegyek alapjáig, örökre bezárult mögöttem a föld, de te kiemelted életemet a sírból, ó Uram Istenem! Amikor elcsügged a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzád szent templomodba. Akik hitván bálványokhoz ragaszkodnak, azok elhagyják jótevőjüket. De én hála éneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Az Úrtól jön a szabadulás. Az Úr pedig parancsot adott a halnak, és az kiköpte Jónást a száraz földre. Eddig Istennek hírott igéje. Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittai fiához: indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj. Így szólt az Úr igéje Jónás prófétához. Az Úr prófétáinak bárkiket is választott ki, bárkiket is hívott el az Úr prófétájának, egyetlen feladatuk volt. Mindazt, amit az Isten rájuk bízott üzenetként, azt nekik el kellett vinniük, azokhoz, akikhez az Úr küldte őket, és el kellett mondaniuk, hogy így szól az Úr, ezt üzeni nektek az Úr. Legyen bármi annak az üzenetnek a tartalma.
Így szólt az Úr igéje Jónáshoz, Amittaj fiához, indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híre. Jónás neve azt jelenti, hogy galamb. És a galamb azt jelenti számunkra, a Szentírás Jézusi tanításából is, hogy a galamb az szelíd. Ám az Úr prófétája, aki szelíd, attól, hogy szelíd, attól nem lehet gyáva. Mert a szelídség és a gyávaság nem ugyanaz. Indulj, menj Ninivébe, menj a nagy városba, menj a gonosz emberek közé, és prédikálj ellenük. Prédikálj egy olyan nép ellen, amely különösképpen a világ történelmében is híres és hírhet volt arról, hogy milyen kegyetlen módon bánt az ellenségeivel. Hogyan félemlítette meg azokat a népeket, országokat, amelyeket elfoglaltak és leigáztak. És az egykori asszír birodalomnak, ennek a kegyetlen nagy birodalomnak a fővárosába küldi az Úr az ő galamb lelkű prófétáját, Jónás. És ő nem tud menni. Jézus Krisztus azt mondja az ő tanítványainak, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. De úgy küldelek, hogy adom előtte nektek az én lelkemet, a szent lelket, az erőnek, a szeretetnek, a józanságnak a lelkét, hogy gyógyítsatok, tanítsatok, ördögöket üzzetek ki. És a tanítványok, Jézus tanítványai átélték azt a csodát, amit Isten szent lelkének ereje nélkül Jónás próféta meg sem mert kezdeni. Mert Isten szent lelkének vezetése nélkül ő csupán a saját értelmére, a saját gondolataira támaszkodott. És úgy gondolta, hogy nincs értelme nekem Ninive városába menni. Nincs értelme nekem azok ellen, a gonosz emberek ellen beszélni. És nem tudjuk, mi volt benne a nagyobb. A félelem, az élete féltése, vagy pedig az ő szolgálatának, fáradozásának, az eredménytelenségének a gondolása. Nincs értelme, mert úgysem változik semmi. Mennyi ember gondolja ezt a mai világunkban? És milyen megszégyenítő, mennyi keresztény ember gondolja ezt a mai világunkban, és mennyivel megszégyenítőbb, amikor keresztény papok és lelkészek merik ezt gondolni Isten szent lelke nélkül ebben a világban. Hogy nincs értelme nekem, az Úr papjának, lelkipásztorának, prédikátorának beszélnem ez ellen a hitetlen és gonosz világ ellen. Inkább elhallgatok. Inkább elmenekülök. Isten igéje azonban azt tanítja, hogy nem tudsz elmenekülni. Így van megírva abban a gyönyörű versben, amit még
Középiskolás koromban tanultam meg olyan sok sorát. Atya fiáért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahová te küldtél. A Jónás könyve című versben így van összefoglalva. Az a szent feladat, amit az Isten rábíz az övéire, és azt mondja, ne félj, menned kell. Jónás pedig elindult. Elindulni Isten szavára, Isten küldő szavát hallva, két irányba is lehet. Lehet oda, ahová Isten küld, és lehet a másik irányba is. Jónás elindult, hogy elmeneküljön az Úr elől. Nem vitatkozott vele, nem győzködte az Urat, hanem egyszerűen hátat fordított az Istennek. Elment Jáfó kikötőjébe, ott kifizette az úti költséget egy hajóra, és elindult Tarziszba, hogy elmenjen az Úr elől. Ám Isten ragaszkodik hozzá. Isten ragaszkodik az övéihez, akik hozzá tartoznak. És mint szerető atya az ő gyermekét, nem könnyen engedi el őket. És az Isten nem könnyen enged el bennünket sem. Az Úr nagy szeret bocsátott a tengerre, mert ő a nagy szelet és a vihart nem csupán lecsendesíteni tudja, ahogyan az evangéliumban Jézus Krisztusban megmutatja. Ő vihart is tud adni. Tud az életünkbe és az életünk köré olyan viharokat támasztani, amelyek felkavarnak bennünket. Felkavarják és dobálják a körülöttünk lévő világot is, és a világban bennünket is. Nem gondoltuk egy esztendővel ezelőtt, amikor új évet köszönteni gyűltünk össze, és kértük az új esztendőkre Isten áldását, hogy Isten bennünket is egy ilyen viharral fog megpróbálni. Hogy egy esztendő múltán itt ülünk majd, kevesebben, szájmaszkokkal, az ajkunkon, az orrunkon. Mert az életünk viharba került. És nem mindegy. Erről tanít Jónás könyve, hogy a viharban hogyan élünk. És mit teszünk, amikor érezzük azt, hogy kezd kicsúszni a talaj a lábunk elől, alól, és érezzük azt, hogy körülöttünk minden másként működik, mint annak előtte. Nagy vihar támasztotta az Úr a tengeren, és a pogány hajósok mind a maguk istenéhez imádkoztak. És miközben imádkoztak, mindent megtettek, amit emberileg megtehettek hajósokként, a hajó terhét beledobálják a tengerbe, és megszabadulnak minden holmitól, amely az életüket veszélyezteti. Ez alatt az Úr prófétája, választott embere, elbújt. Lement a hajó fenekére, ott lefeküdt a hajó egyik zugában, és mélyen aludt. Miközben odakint a vihar tombol, az emberek imádkoznak, az emberek mindent megtesznek, milyen megszégyenítő, hogy Isten szolgálja, Isten embere alszik. Álomba menekül, amikor valami egészen mást kellene tennie.
talán még megszégyenítőbb, amikor Isten emberét egy pogány ember ébreszti fel. Egy pogány hajós kapitány megy oda hozzá, és egy pogány ember mondja meg neki, hogy mit kellene csinálnod, hogy neked imádkoznod kellene. Imádkozz a te Istenedhez, és talán gondol ránk az Isten, és velünk elesz, és nem veszünk el. És miközben zajlanak az események, és a hajós kapitány szavai után rögtön megszólalnak a tengerészek, akik már imádkoztak, de nem talált meghallgatásra az imájuk, és azt mondják, vessünk sorsot, és mutassa meg az Isten, hogy ki az, ami miatt ez a rossz történt velünk, miközben a sorsvetés rámutat Jónásra, és miközben a pogányok kérdésére azt válaszolja, hogy miattam történt. Aközben a mi gondolataink is olyan gyorsan szaladnak. És a magyarázkodó, beszélő Jónás története közben megfeledkezünk arról, hogy Jónás nem imádkozott. Csak azért sem imádkozott. Nem tette meg azt, amit még a pogányok is kértek tőle. Hogy te, aki Isten embere vagy, te, aki elmondtad nekünk, hogy te az Úr, a mennyi és föld Istene elől menekültél, te, akinek azt mondjuk mi a pogányok, hogy tehettél ilyet, te nem imádkozol az Istenhez. Nem teszed meg azt, ami a legfontosabb. Mi a legfontosabb a viharban? Mi a legfontosabb, amikor azt érezzük, hogy viharba került az életünk? Ma is az, amit egykor ott a viharzó tengeren Jézus tanítványai megtettek, hogy miután megérezték a tehetetlenséget, megérezték a félelmet, a rettegést, oda mentek az alvó Jézushoz, és az ő segítségét kérték. Ő rá bízták rá az életüket, a sorsukat. Milyen megszégyenítő az a mai világunkban, amikor keresztény emberek félnek, rettegnek, elbújnak, alszanak, amikor bezárnak a templomok, amikor nincsenek Isten tiszteletek, amikor nincsenek úrvacsora vételek, amikor azok, akikre az Isten rábízta, hogy ti prédikáljatok, és ti mondjátok el az embereknek az én üzenetemet. Azt, hogy változtassátok meg az életeteket, és véget fog érni a vihar, akkor az Úr szolgái, mert vannak ma is ilyen szolgák, hallgatnak, alszanak, bezárják a templomot, bezárnak az Isten tiszteleteket. És mit várnak? Pál apostol azt írja a korintusi levélben, ha a trombita bizonytalan hangot ad, ugyan ki fog harcra készülni. A trombitának, Isten ébresztő szavának meg kell szólalnia. És az Isten mind addig, amíg ez a hang meg nem szólal, és el nem éri az embereket, addig megtartja a vihart.
történet, egy tanító történet, egy sok ezer éves történet az, amit felolvastam ezen az első napján új évünknek. Egy történet, amelyben az Úr prófétája hallgat, elbújik, elmenekül Isten elő, és amely történetben azok a pogány hajósok, tengerészek megpróbálnak kievezni, megpróbálnak mindent megtenni, hogy ne kelljen beledobni a tengerbe, mint egy áldozatként. De nem tudnak semmit tenni, mert a tenger egyre viharosabb lett. Ekkor a pogányok így kiáltottak az Úrhoz. Jaj, Uram, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér, mert Te, Uram, azt teszed, amit akarsz, és megteszik, amit Jónás kért tőlük. És az emberekben nagy félelem támadt az Úr iránt, és áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az Úrnak. Isten csodákat tud tenni. Még ott is és akkor is, amikor Isten emberei alkalmatlanok a feladatukra. Mert Isten szent lelke munkálkodik. Ő azt mondja, én a kövekből is tudok fiakat támasztani magamra. Ám az az Úr, aki végig kíséri az ő méltatlan szolgáját, végig járja vele ezt a viharos hajó utat, és látja annak a szolgának a büszkeségét, látja a hitetlenségét, látja azt, hogy inkább belemenekül a halálba, inkább megöli, sőt, megöleti magát, mint hogy imádkozzon és bocsánatot kérjen az Isten. És mikor mindez megtörténik, az Úristen oda rendelt egy nagy halat. Oda rendelte a világnak, a földnek a legnagyobb élőlényét. Hogy az a nagy hal mentse meg az életét. De nem csupán megmentette Jónás életét, hanem levitte őt a tengernek a fenekére, a legmélyebb sötétségébe. És arról tanít ez a történet bennünket, hogy vannak az emberi életnek mélységei. És az emberi életnek a mélységeibe az ember akkor kerül, amikor elfordul az Istentől. Elhagyja az Istent, és azt gondolja, majd én jobbá teszem a magam életét, és aztán jönnek a kudarcok, a sikertelenségek, jönnek a pótcselekvések, a szenvedélybetegségek, az alkoholizmus, a drogfogyasztás. Mennyi minden van, ami olyan mélységbe viszi le az ember életét, ahonnan azt gondolja, hogy már nincs tovább. De amely mélységekből az Isten hányszor, hány életen megmutatta már, ő ki tud szabadítani, ki tud emelni. De aki azt gondolja, hogy nekem nem kell az Isten, majd én elélem így az életemet, meg jó ez itt nekem. De az Isten akkor se szóljon bele az életembe. Az Isten, ha akarja, akkor még nagyobb mélységet tud megnyitni előttünk. Még nagyobb mélységbe tud bennünket, embereket beletaszítani. Azt gondoljuk, hogy ez a járvány, hogy ez a betegség, amiben benne élünk, körülöttünk élünk, ez a betegség, amelyen vagy keresztül mentünk már, vagy nem.
amitől féltjük a szeretteinket, az időseket, a betegeket, a gyengéket, azt gondoljuk, hogy ez a legnagyobb mélység, amit az Isten nekünk adhat. Hogy ettől nem tudna az Isten nagyobb mélységet, nagyobb büntetést adni. Isten azt mondja, hogy tudom. És levitte Jónás oda, ahová a zsidó emberek gondolkodásában a legnagyobb mélység volt. A tenger mélyének sötétsége. És leviszi őt oda 3 napra és 3 éjjelre. Vagyis olyan hosszú időre, amire azok, akik regényeket írtak a régi börtönben lévő életekről, és azt írták le, hogy valakit sötét zárkába zártak. A korom sötét zárka az azt jelentette, hogy ha valakit oda bezártak, az szinte beleőrült. Mert ha ott 3 napot és 3 éjszakát eltöltött, akkor azt érezte, hogy nem tudom, mióta vagyok itt. Lehet, hogy 3 napja, de lehet, hogy már 3 éve is itt vagyok. Mert összefolyt az idő előtte. És az Isten ezt a poklot járatta meg Jónással. Azt a mélységet, amelyben meg kellett éreznie azt, hogy szükségem van az Isten szabadítására. Megérezte azt, hogy Isten nélkül hová is jutott az élete. És ott a hal gyomrában, a legnagyobb mélységben imádkozott az Istenhez. És ez a mi útunk is. Imádkoznunk kell az Istenhez. Hogy Uram, ezt a hitetlen világot ne taszítsd még nagyobb mélységbe, hanem emelj fel belőle bennünket. Emelj ki belőle bennünket. Mert mi hiszünk benned. Mi együtt mondjuk Jónással, amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra gondoltam, és imádságom eljutott hozzá szent templomodba. Nem számít az Isten előtt, hogy milyen nagy mélységbe jutottál. Nem számít, hogy hol vagy. A tékozló fiú, aki eltékozolta, elherdálta az ő atyai örökségét, és elszegényedve, rongyosan ott térdepelhetett a disznók moslékja előtt, és annak a mosléknak a tükrében láthatta meg az ő, így is lehet mondani, moslékká vált életét. Megérezte azt, hogy vissza kell térnem az én atyámhoz, és bocsánatot kell kérnem tőle, és új életet találok. Az a Péter, aki 3-szor is megtagadta mesterét, amikor találkozik feltámadott urával, leborul elé, és azt mondja neki, Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. És az a Tamás, aki nem hitte el, hogy Jézus feltámadt a halálból, amikor az Úr megjelent neki, leborult előtte, és azt mondja, én Uram, és én Istenem. Mert az Úrtól jön a szabadulás. Legyen ez az esztendő, az Úr szabadulásának és szabadításának az éve. Legyen ez az év az imádságnak az éve, amikor kérjük a mi Urunkat, hogy mi értünk, az ő választottaiért, az ő szent népéért, azokért, akik hisznek és bíznak benne, mi értünk, könyörüljön ennek a bűnös világnak. És formáljon újjá minél több emberi elveszett életet. De én
hála éneket zengve áldozok neked, és amit megfogadtam, teljesítem. Amit megfogadtunk, és megfogadunk ezen a napon, hogy hűségesek maradunk a mi szerető Istenünkhöz, azt Isten segítségével teljesítsük be ennek az évnek minden napján. Amen. Atyánk, végtelen ura a tűnő időnek, ujjaid közt futnak át napjaink és éveink, mint láthatatlan fonál, és szövődnek életünk szövetévé. Jó tudni, Urunk, hogy az életünk a Te jóságos kezedben van. Köszönjük az elmúlt esztendő áldásait, és köszönjük a próbákat is, amit a hitünk megerősítésére adtál, hogy általuk megtisztulva új és jobb életre jussunk. Add, hogy ebben az új évben a közel levőkre figyeljek, és ne a távoli vágyak uralják a gondolataimat. Add, hogy bölcsebb, bátrabb, türelmesebb és alázatosabb lélekkel forduljak embertársaim felé. Ragyogtasd előttünk karácsony csillagát, hogy mutassa nekünk felér az utat, az új esztendő minden napján. Erősítsd meg a hitünket, s tedd kifogyhatatlanná a benned való bizakodásunkat. Bontsd le a válaszfalakat, hogy ne állhasson közénk a félelem, a csüggedés, az elégedetlenség és a harag. Áraszd ki ránk szeretetedet, és töltsd be jó akarattal a Te kifogyhatatlan jó akaratodból erre az esztendőre. Legyen a Te szíved a mi szívünk is. Formálj át lelkeddel, töltsd be egészen, hogy ez az év valóban azzá válhasson, aminek Te újra és újra elkészíted azt. Legyen új, szép, jó, szabad és igaz életünk. Önmagadat már nekünk ajándékoztad, ennél többet nem kérhetünk. Áldj meg, és óvj meg bennünket, jó Urunk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, ki vagy mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után vegyétek az áldást, az Úr Jézus szavaival, kérjetek, és adatik nektek. Keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Amen. Isten tiszteletünk záró énekeként énekeljük el a 471. dicséretünket, 471. dicséretünket mind a négy versével, és ezt követően új esztendőnk első napján énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Thank you.
Mm-hmm.